Közel 500 000 síelő él jelenleg Magyarországon, derül ki egy nemrégiben készített tanulmányból. A téli sport kedvelőinek azonban nem árt az óvatosság. Az utazás szervezők mindenkinek azt tanácsolják, ne induljanak el síbiztosítás nélkül. Ez alól a gyakorlott síelők sem kivételek, sőt, tapasztalatok szerint a kezdők vigyáznak jobban magukra. A sípályákon síkressz működik, erre is érdemes odafigyelni, baleset azonban bármikor történhet. A leggyakoribbak a térd sérülése, mivel hogy a boka merev sícipőben található, a felső rész után a térd, illetve csípő, fejsérülések esetleg, aki sisak nélkül síel, de most már például Olaszországban is 14 éven alul nem síelhetnek gyerekek bukósisak nélkül, illetve kiírják azt is, hogy felnőttnek is nagyon ajánlott. Az utazás előtt az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása nem elegendő az esetleges baleseti kiadások fedezésére, egy-egy sérülés kezelése pedig akár a milliós összeget is elérheti. Egy normál biztosítás és a síbiztosítás között kicsi az árkülönbség, utóbbi már 100 forintos többletköltséggel is megköthető. Ez a fajta biztosítás többek között visszatéríti az utazás árát is, ha a baleset miatt nem tudja valaki folytatni a síelést, de más extra szolgáltatásokat is tartalmaz. A mentőhelikopteres mentést is tartalmazza, ezen kívül felelősségbiztosítást is, hogyha például olyan eset történik, hogy valakinek véletlenül neki megy a síelő a sípályán, és balesetet okoz, akkor van egy ilyen felelősségbiztosítás ebben a síbiztosításban, ami természetesen a TB-s kártya nem tartalmazza. Ezen kívül különböző gyógyászati segédeszközöket, például mankó, stb. Ilyeneket is tartalmaz podgyászbiztosítást, ami kiterjed a sífelszerelésekre is. Fontos tudni azt is a síelni készülőknek, hogy hiába az előre megkötött síbiztosítás, a túlzottan ittas állapotban lévőket bár ellátják a kórházakban, a biztosítás így nem fedezi a költségeket. Az alkohol ugyanis csökkenti a koncentrációs képességet, így könnyebben okozhatunk vagy lehetünk baleset áldozata, ezért sem célszerű a sportolás közbeni fogyasztása.